Vendégünk Kis Zoltán blogger, aki a radikális nyugdíjcsökkentés élharcosa, és szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer alkalmatlan és hosszú távon fenntarthatatlan. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mozgalmat szeretne alapítani arra, hogy alakítsuk át a nyugdíjrendszert. Mi ön szerint alapvetően a probléma? Alapvetően az az alapvető probléma, hogy Magyarországon kialakult egy olyan gyakorlat, hogy évről évre fokozódó mennyiségben és fokozódó mértékben gyakorlatilag a jelen nyugdíjasai felélik a jelen és a jövő erőforrásait. Ez azt jelenti, hogy ugye a világ legnagyobb járulékterhei vannak Magyarországon jelenleg, a nyugdíjjárulék terheket érinti, és amellett nem elég az, hogy ez a teher a világ legnagyobb terhe, amellett gyakorlatilag a nyugdíjasokra szánt készpénzkiadás az megegyezik ma Magyarországon körülbelül a költségvetési hiány összegével. És ez az állapot fenntarthatatlan. Na de ehhez képest a nyugdíjak viszont alacsonyak, és megélni belőle elég nehéz. Ez az állítást meg szeretném cáfolni, hiszen egy két gyermekes családnak ma körülbelül az egyfőre jutó dolgozó családról beszélek, egyfőre jutó jövedelme, az körülbelül 65-67 ezer forint, míg egy egyfőre jutó nyugdíjas átlagjövedelme, az körülbelül olyan 105 ezer forintra tehető, vagyis másfélszer akkora, mint azoknak, akik kitermelik. És nagyon sokaknak van ennél alacsonyabb nyugdíja, de ha még vesszük azt is, hogy tegyük föl, hogy több egy átlag nyugdíj, mint az egyfőre jutó átlagjövedelem, nyilván nem ugyanaz egy családban kigazdálkodni mondjuk reggelit, ebédet, vacsorát, lakbért, villanyszámlát, stb., mint valakinek, aki akár egyedül él, mert egyedül maradt, mert meghalt a férje, felesége, mert nem támogatja a családja, mert növekednek a gyógyszerkiadásai. Nehezen összehasonlítható. Természetesen a nyugdíjasok ebből a szempontból még jobban állnak, hiszen gyakorlatilag ingyenes, tehát nem kell fizetniük TB-t, gyakorlatilag folyamatos támogatásokat kapnak, világon egyedülálló módon létezik itt 65 év felett korlátlan utazási jog, gyakorlatilag olyan hűbérjogokkal rendelkeznek, amelyekkel szerintem a világ egyik országában sem. Míg mondjuk egy kisgyermekes családos, aki ne otthon van az anyuka, ott a gyermek növekszik, két évente, évente, fél évente kell új ruházatot venni, stb. Tehát azt mondanám, hogy amiket el tetszett mondani érveket, annak inkább a fordítottja igaz, vagyis a gyermekeseknél sokkal nagyobb a kiadás, és sokkal nagyobb szükség lenne nekik a nagyobb jövedelmre. Vagyis az, hogy az ő jövedelmük alacsonyabb, ez azt jelenti, hogy sokkal szegényebbek. Még egy tényt szeretnék mondani, hogyha megnézzük a nyugdíjasoknak, hogy hány százaléka a szegénység alatt, az gyakorlatilag egy olyan 4-5 százalék, míg ma több százezer gyermek éhezik. Több százezer gyermek éhezését meg lehetne oldani körülbelül azzal, hogy 3-4 napi nyugdíjról lemondanak, Magyarországon viszont ehelyett inflációnak a duplájával emelik a nyugdíjakat, főleg most, választás előtt. Most gyakorlatilag azon vitatkozunk, hogy vegyünk el a nyugdíjasoktól, és csoportosítsuk át a kisgyermekes családoknak? A kifejezés, hogy vegyünk el, az nem helytálló. Azt szeretném elérni, hogy legyen egy elviselhető mértékű járulékteher, az azt jelenti, hogy körülbelül a mai járuléktehernek a fele. Na de a mai nyugdíjrendszerről már így is azt szokás mondani, hogy fenntarthatatlan, mert a járulékokból egyszerűen nem lehet megfelelően kigazdálkodni. A fenntarthatatlan az nem azt jelenti, hogy a nyugdíjasok meg tudnak élni belőle, vagy nem, hanem azt jelenti, hogy azért fenntarthatatlan, mert az ország erőforrásait oly mértékben és olyan sebességgel éli föl, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország akár közel, távol jövője, tehát gyakorlatilag nincsen kilábalás anélkül, hogy most a nyugdíjakon ne vágjunk radikálisan. Ha ez nem történik meg, akkor sem lesz a mai nemzedéknek és a következő nemzedéknek nyugdíja, viszont cserébe egy gyakorlatilag teljesen tönkrement országot fognak kapni adósságért, még pluszban. Hányan vannak az ön mozgalmában, akik osztják ezt a nézetet, hogy vegyünk el a ma nyugdíjasaitól a jövő érdekében? A vegyünk el helyett inkább azt mondom, hogy ne adjunk annyit, az pontosabb kifejezés. Ön de remek politikus lenne. Ugye az a szó, hogy vegyünk el, az azt jelenti, hogy nekem van egy tulajdonom, de hogyha jövő hónaptól mondjuk nem adok önnek 5000 forint zseppénz, csak 2500-at tegyük föl, vagy a gyermekemnek. De ez nem zseppénz, ezek az emberek ledolgoztak egy életet. Az élet ledolgozása... Valószínűleg úgy érzik, hogy már ma is méltatlanul alacsony a nyugdíjuk. Az élet ledolgozása az azt jelenti, hogy nem körülbelül 29-30 évet dolgoztak, mint a jelenleg nyugdíjasai átlagban, hanem az élet ledolgozása azt jelenti, hogy valaki végdolgozza az életét, és utána viszont rövid időn belül meghal. Ez volt egyébként a gyakorlat a második világháború előtt is, az én teljes rokonságunkban is, ez azóta tehát történt meg. Tehát itt követjük el a hibát, hogy sokáig élünk?
Nem, élni az, az remek dolog, sajnos nem élünk sokáig, élhetnénk tovább is. Azt követjük el a hibát, hogy a mostani erőforrásokat vesszük el, és a mostani erőforrásokat és a jövő erőforrásait adósság formájában egyetlen generációra költjük el, és annak cserében gyakorlatilag az ország akár jövője is teljesen bizonytalanná válik. Egy olyan országban, ahol 70 ezeren mennek ki, több mint 70 ezer a nettó kivándorlás, az aktív, jól kereső, sokat adózó, képzett emberek mennek ki, amellett 30-szerre csökken a népesség, gyakorlatilag azt jelenti, hogy 30-40 év, 50 év múlva akár megszűnhet az ország, hogyha ez a tendencia fennmarad. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Szívesen. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, holnap reggel Róna Jegon várja Önöket, viszontlátásra!